Sziasztok! Megcsinálom már ezt az utolsó Fluid Dynamics küldetést innen a borgos storyline-ból. Plusz... Semmit sem mondtam az utolsó hajó választásomról. Tehát így játszottam meg minden, de én meg sem említettem, hogy ugye utolsó hajót ugye Zenből vettem meg. Nem kell külsőre már megmutatnom, mert szerintem láttátok már amúgy is. Ez egy Quib Intel Battlecruiser, ez a Klingonok Inteles hajója. És T6-os hajó, 4 fegyver elől, 4 fegyver hátul, 3 device slot, 5 engineering konzol, 2 science, 3 taktikai. Na most, ha eléri majd egyszer valamikor a 2-es szintet a shipyardnál, igen, 2-es szintet, akkor ki fogom tudni majd venni egy darab flagship modulért, és ez óriási, tehát második szintű shipyard kell, és egy flagship modul. Egy flagship modul azért, mert megvan, és kettes, mert nem tudom miért kettes. Tehát minden Intel hajót ki lehet venni ilyen alacsony szinten. Legyen az Romulán hajó, legyen az a föderációsoknál az összes 3, Klingonoknál pedig ez. Miért? Nem tudom. Aki tudja, az majd világosítson fel. Na de, lássuk, hogy milyen fegyvereket raktam én fel, hogy mi, legalábbis eddig mik vannak. Másik karakterekkel vételeztem 3 darab destabilizáló Destabilizing Tetrion Beam Array-t, amiből igen, ez a 3 kell, több nem is kell, egy majd úgyis hátra fog menni, mert ide még jön majd egy reputációból kiszedhető Dual Beam Bank a nukorás reputációból, valamint a hozzátartozó konzol, ami egy 2-es set bónuszt fog nekem adni, az pedig Tetrion sebzést fog adni pluszba. Tehát az majd lemegy majd mondjuk ide. Tehát egy ki fog innen kerülni. Aztán van itt nekem egy Long Range Destabilized Tetrion Heavy Cannon, ami lobby kristályos. Úgyhogy 200 lobby kristályért lehet kivenni. Ez a kanon, azért vettem ki ezt a kanont, mert egy 2-es set bónuszt akartam vele, ami ezzel a konzollal együtt van. Ez a 2, ugye ez a Apex Predator setben van, ami 2-es set bónusszal mit ad nekünk? Igen, Tetrion Damage-et, 8,1% Tetrion Damage-et, valamint Starship Flow kapacitort. De jó nekünk. És igen, jelenleg és térhajtómű, motor és deflektor ügyben még mindig csak amit így hozzá tudok jutni a küldetésekből, nem nagyon csinálok belőle semmi ügyet, tehát ami ezt is hozzájuttok, mint látjátok, 10-es deflektor van rajtam. Jem'Hadar Combat Impulse Engines,
10-es warkor, valamint Rayman Shield, ami hát eddig a legnagyobb pajzskabocitást adta. Ennyi. Hátul, tehát ha megnézzük, akkor 4 fegyver, ami utána ez már így biztos, hogy megmarad. Sőt, ez az ötödik. Ez az Omni, ez bennmarad. Ez le fog kerülni ide. Kerül még ide egy Kinetic Cutting Beam. Valamint ide még az egyik küldetésből, a Butterfly-ból. Majd ide fog kerülni ugye még egy Omnis Tetrion Beam Array. Na de, visszamenjünk ehhez a Tetrion ágyúhoz. Mi olyan különleges benne? 180 fokos a tüzelési. Mi ez? Árkja. Sugara. Igen. Minusz 12 fegyverenergiát használ el, és viszont 12 km távolságból ez már tud lőni. Na de, minusz 12, tehát ez több, mint a minusz 10. Igen, csak még valami, amit tegyük hozzá, el lehet ott olvasni, hogy nem csökken le ennek az ereje. Ott van, does not diminish with range from target. Tehát kilövök valamikor a sebzést, mondjuk 929-et, amit most kiír, az, ha 1 kilométerre van tőlem az ellenség, 929-et fog sebezni, ha pedig 12 kilométer, akkor is annyit fog. Tehát míg a többi fegyver, ami lesz rajta, az kilométer, tehát távolság függő lesz, hogy mekkorát fogok sebezni, ez nem. Lassabban tüzel, mint bármelyik ágyú. Viszont nem csökken le az ereje, és 12 kilométeres távolságból is tud lőni. Ennyi. Jó, ennyit a fegyverekről. Hát device, beraktam a temporal negotiator-t, valamint a subspace field modulátort, amit láttátok. Scorpion fighterek még vannak benne, de ez szerintem majd kicserélem. Auxiliary-re. Igen, itt van a konzolja, engineering konzolok. Akkor nézzük most Weapon System Siphon. Hasonló, mint a Energy Siphon képesség, tehát ugyanúgy jön egy ilyen energia áramlás ki a hajóból, és az jön az én hajtóművembe, és ez ad nekem plusz 20% all damage-et 15 szekig, és plusz 5% damage-et még ellenségenként, ami eléggé jó szerintem, valamint még ad plusz 10% accuracy-t is 15 szekig, valamint 2,5% plusz accuracy-t még ellenségenként, tehát jó sok. Tehát a plusz damage-em is, plusz az accuracy-em is eléggé jó lesz így.
Na de... Oké! Okay. Ezen kívül kapok, kapok, hát az ellenség kap mínusz 37,5% damage-et, valamint mínusz 30% accuracy-t. Viszont 5 szekig sebezhető leszek a Weapons Offline-ra. Hátulütője egy konzolnak. Ilyen plazonic leech-et már láttátok. Energiát cipkázok el. Itt ugyanúgy a set bónusz az ágyúval. Ez a konzol adja, ami kinetic damage resistet ad, valamint ad 2,1% defense-et jelenleg, de ezt még majd felhúzzuk 14-esre, reméljük, hogy még lesz ebből Lila is, meg Ultra is, meg Epic is majd később. Inertial Dampeners-t adni, tehát Ward-ra, Disable-re, Knock-ra, Repel-re még ad ellenállást. És ugye Set Bonus, Tetrium Damage és Flow Capacitor. Van még itten két konzol helyen, hát jelenleg Neutronium mallójok vannak bent, amit találtam. Igen, hát az biztos, hogy még egy asszimilált konzolt fogok berakni, az egy hely, mínusz ugye a nukarás konzol az már kettő, a Butterfly-ból kiszedhető az három. Ez a három. Hát, még elég alacsony szinten van a fleet, úgyhogy lehet, hogy ide is még rakok be valamilyen univerzális konzort, az szerintem majd a... Hát, lehet, hogy a deltás konzol lesz. Bioneurális gél csomag. Azt még lehet, hogy ide rakom a Science-hez. És hát ide ilyen taktikai konzolokhoz, ugye majd szerintem craftolok le kettes tetrionos konzolokat, és azokat húzom fel kettesről, hátra lesz majd belőlük Epic, Ultra, stb. Jelenleg 12-esek vannak benne, de hát ugye ezt nem akarom már húzogatni, mert semmi értelme. És hát végül is így ennyi. Itt van ugye Starship Masterik. Absorptive Hull Plating plusz 25 Physical és Kinetic Damage Resistet ad. Enhanced Weapon Banks plusz 15% Crit Severity. Enhanced Hull Plating plusz 25 All Energy Damage Resistance és Radiation Damage Resistance, valamint Armored Hull plusz 10% Hull. A Advanced Firing Solutions pedig ad nekem plusz 1 Flight Turn Rate-et 10 szekig és plusz 0,8 Accuracy-t, amikor ágyúval lők. Ezért is kellett például még egy ágyú is, és hát milyen jó, hogy pont Tetrion ágyú van, mert így akkor ezzel is, ezt is hasznosíthatom, és így eléggé jó manőverezhető lesz, vagyis hát még jobban manőverezhető lesz ez a Battle Cruiser. Ez úgy működik, hogy mindig amikor lövök az ágyúba, akkor kapok egy Flight Turn Rate-et plusz 0,8 Accuracy-t. És ez ugye stackelődik egészen 10-ig. Tehát lövök egyet, elkezd számolni vissza 10-től. Ha megint lövök egyet, akkor már 2 stack lesz, és megint 10-től kezd visszaszámolni, és akkor ez így tovább. Eléri a 10-et, akkor már csak annyi kell, hogy lövöges skálomba is marad az a 10. Azaz plusz 10 flight turn, és 8
százalék accuracy. Ennyi. Warcore-ba ugye az is a Butterfly és Warcore lesz ugye. Tetrion miatt. Bónuszok miatt. Impulse-nál. Most kipróbálom. Lehet, hogy hülyeség, nem érdekel. De én most kipróbálom azt, hogy az Impulse és a Shield az omegás lesz. Tehát Omega Reputationből az omegás, és ez a kettes set bonus nekem Tetrion Glidert ad, ami a fegyvereimnek pajzs csökkentést ad. Úgyhogy ezt a hajót tényleg egy ilyen tetrionos, pajzs csökkentős, minél előbb szabaduljon meg az ellenség pajzsától, buildre csinálom fullosan. Deflektor, hát ezen még gondolkodom, hogy mi legyen. De lehet, hogy megyek nukarásra. Nukarás deflektor. Nem akarok már Undine deflektort. Igazán Undine deflektor, a nukarás meg a shield hírre, meg maximum shieldre is. Úgyhogy amúgy is azt akartam, hogy inkább a shieldem legyen jó nagy, azt nehezebben lehessen leszedni, és nem pedig van tudjak tankolni. Hát úgy kb. Ennyi. Így ennyi. Ha pedig majd jó lesz a jó, gyarapodni fog a flotta, tehát már jobban ki lesz húzva, akkor majd ezeket biztos, hogy egyszer le fogom cserélni. Vulnerability lokátorokra, tehát hogy még nagyobb legyen a kritikus esély. És kettes lesz, akkor ki fogom venni majd a fleetes verzióját is ennek, ami még egy taktikai konzol helyet fog nekem adni. Ilyennyi. Még egy taktikai konzol helyett, majd egy plazma generálós konzolt is akarok rárakni. Hát így kb. Ennyi. Ami még így flottából majd kell, de hát az még odébb van. De szerintem azok nélkül is így ezekkel konzolokkal is majd jó fog szuperálni. Hát remélem, hogy egy jó 10-valahány DPS-t el fogok élni vele, majd lesz tesztelve, amikor már teljesen full lesz az egész. Megnézzük, hogy 12-esen milyen lesz az alap. És akkor utána már csak húzni kell őket. Na de. Meg is kezdhetjük. Új Dynamics-et, csak először elmegyek WC-re. Addig meg is megyek. Welcome to the CUDA system. I am Admiral Tuvok of the USS Voyager. I will provide tactical assistance on this mission.
Thank you. The major. Szívesen tudok. No. Kezdjük is el. We have made a successful transition. Nem is tudom, hogy volt-e még olyan küldetés, ahol nem volt groundos rész. Na, amúgy biztos, hogy észrevettétek már, hogy vannak ennek a hajónak érdekes dolgai. Mint például érdekes dolgai, hát mondjuk kettő. Ez egyik, ami itten tőlem itt a jobb alsó sarokba található. This landmass. Ugye ez a Gather Intel képesség. Ha ezt rárakom az ellenségre, akkor egy halmozódó stackelő debuffot rak rá, ami 15 másodperc után többi három is elérhető lesz. És ez tulajdonképpen annyit csinál, hogy gyenge pontokat keres az ellenség rendszerében. De ha jó révén, ez van. És amint ugye ez megvan, tényleg több mire, hogyha tudom, akkor ezt bírom rárakni. Ez minusz 33 all damage resistet ad neki, itt iszekig. Valamint eltünteti az engineering buffokat. Én meg jól megyek itt a cél mellett. És és a pajzsamért sebzést 20%-kal növeli. Ugyanúgy 10 szekig. Ó, már meg is
nem bírtam konfisz, nem bírtam elvenni a csempészárut. Legénységemtől. Sajnos. Interplexiós jeladó. Huszonhat perce megy, de amúgy egy elég rövid küldetés ez, tehát az elejét, amíg lepofáztam, azt az mínusz, plusz a WC. Aki nem szereti a groundot, az annak meg még jobb. Igen, ott a szivarral nem kell foglalkozni. Nekünk így itt ezzel a kockával, azzal jó sok kockával kell törődni. Is that a Borg Unimatrix? It's enormous! I admit that it is an impressive structure. Scorpio Fighter-től igen, csak az akkor édeket. Plazma vagy benne is. Megsemmisíteni meg azokat.
diamond is jamming our deflector arrays. We must destroy it before we can retreat. És most az ugye imád van hátra. Csak.
Opening singularity now. I recommend an immediate withdrawal. Belefér. We need to report to our their Voyager. És készen van a borvos történet szála. Ó, innen kapom a kontrabandot. Jó. Eladni. És innen elvisszük a az antipotont. Szutőr. Szutőr. És Unix Space Explorer. Jó. Még 5 darab brínes, és utána jött a Dyson-os. Van is egy pár, ja igen, mit akartam? Trétechnémit állítottam be, mert ahogy már elértem egy jó párat, ugye Starship Trade-ből is van 2, Improved Temporal Insight. A Delta Recruit-os karakter miatt, és hogy volt, hogy van olyanom, valamint az Advanced Firing Solutions, ugye a tahajó volt. Na, Space-re mit állítottam be, plusz 16% Critical Severity-t, ez Dyson-os, Precision plusz 4% Critical Hit Chance, Romulános, aztán egy deltásat 5 plusz 5% armor penetration-t kapok, valamint egy kis plusz 20%, tehát plusz 7,5% hull, de ezt is majd le fogom cserélni egy másikra, de az még odébb van. Nem is tudom, reputáció, készen vannak azok is, akkor ezeket is majd elintézem mindjárt. Na. Jövök vissza majd a brínes küldikkel. Csőváz.